Ez is egy olyan forgalmas csomópont Nyíregyházán, ahol a táblák ellenére nagyon sok esetben parkolnak szabálytalanul a személygépkocsik. A szakember elmondta, nem lett gyakoribb a szabálysértés az iskolakezdés hatására. Gyakran megállnak olyan helyen egyébként, ahol nem pont kereszt szabály sértenek, hanem mondjuk helyrendel ütköző szabálytalanságot követnek el, például zöld területen parkolnak, ez is nagyon gyakran előfordul. Nem csak az iskolák környékén, a belváros az egy abszolút olyan pont, ahol ha a közterületfelügyelet, tényleg radikálisan intézkedne, akkor naponta több száz esetet lehetne éppenséggel regisztrálni, de akár az állomás környékét vesszük, akár a lakótelepeket vesszük, vagy a kórház környéke, tehát bármilyen hely a városban, az a baj, hogy hát annyi jármű van már az utakon, annyi jármű van forgalomban, hogy egyszerűen nincs elegendő várakozóhely a városban, nem csak itt, szerintem országban sehol máshol, és mindenki igyekszik olyan helyen megállni, ahol nem kell fizetni a parkolásért, hiszen ez egy alapvető szempont mindenki számára, hogy lehet, akkor ingyen parkoljon. Egyre nehezebb üres parkolóhelyet találni a lakótelepek környékén is. Ezek a parkolók ugyanis zömében ingyenesek, és épp ezért csak azoknak nem jut parkolóhely, akik az adott háztömbben laknak. Az elmúlt időszakban lettek nagyon sok olyan terület bevonva, a kórház környékének nagyon sok része be lett vonva, például fizetőparkolásba, vagy a Vasfejpál utcának bizonyos része be lett vonva fizetőparkolásba. Tehát egyre jobban terjeszkedik a város kifelé, és teszi fizetővé az övezeteket, hiszen nagyon sok helyen például a lakosság kéri azt, hogy az a terület legyen fizetős, mert ugye ahol ők laknak, és ha nem fizetős terület, ott mindenki igyekszik oda parkolni, igyekszik szabályosan megbetölte parkolni, és elveszi helyeket az ott, akik egyébként azon a környéken laknak. És egyre több lakóközösség fordul, akár képviselőihez, akár a önkormányzathoz, vagy akár a nyílvévéhez, hogy azt a területet alakítsák fizető parkolóvá, és akkor ott mindenki a saját területén viszonylag kedvezményesen tud parkolni. Ez a trend most a városban. A leggyakoribb kihágás a mozgáskorlátozott parkolóhelyek jogtalan használata. A rokkant parkolás az véről nagyon, tehát a rokkant parkolóhely elfoglalása az azért nagyon jellemző városban. Nem csak a Tokajüti piac környékére. Tokajüti piacon, amit nem is igazán értünk, tehát bent a piac területén, ugye ott nincsenek ilyen helyek kijelölve, tehát ezért a piac előtti területen jelöltek ki rokkant parkolóhelyeket, és ott nincs az a nap, nincs az a pillanat, amikor köztelfegy a rendőr, ne talán a szabálytalanul parkoló gépkocsit, és azért annak viszont borsos, mert 65 000 forintos helyszínbírságos ára van, meggondolandó az ember, mikor. És hát nem is veszik észre, nem is figyelik, hogy ott távlat írtja ezt a fajta parkolást. Bodrogi László azt mondja, a különféle útépítési munkálatok helyszínén is érdemes figyelni a parkolást tiltó táblákat, mivel ez az egyetlen módja, hogy elkerüljük a bírságolást.